Na hát, szia kislányom! Igen. Képzeld, már egy programot szerveztem, és mégpedig a két legjobb barátnőm, Tercs és Klára fognak hozzánk jönni. Fúj, ne már! Én ma az osztálytársaimmal akartam akvaparkba menni. Nem lehet, muszáj itt maradnod. Számítok rád. Most mit csináljak? Anyukám két legidegesítőbb barátnője jön hozzánk, én meg nem mehetek el itthonról. Szerintem edd meg az összes kaját, amit a hűtőben találsz, és akkor nem lesz mit enni, és nem lesz vendégség se. Mind elfogyott? Meg jól jártam a barban. A vendégek mindjárt vannak. Rondom. Csinálj úgy, mintha te is vendég lennél, és amikor megjönnek a barátnők, köszönj el és menj el. Jelzzel, hogy amnéziás vagy, és nem emlékszel semmire. Na és milyenek a jegyeid? Jó lett a bizonyítvány? Jól vagy, kislányom? Hol vagyok? Kik vagytok? Nem tud felhívni. Júli, a csebész vagyok, már tudom oldani, de először is kellene egy olló. Minek olló? Hát, hogy levágjam a hajadat, hogy meg tudjam is. A hajamat? Igen. Hívd fel az egyik barátodat, hogy játssz el, hogy soroz egy gyilkos van a házban, ettől mindenki megijed és elmenekül. El tudnál játszani egy sorozat gyilkos? Úristen, köszönöm, életmentő vagy. Képzeljétek, azt hallottam, hogy egy sorozat gyilkos járja itt az utcákat. Én vagyok a rémáltatok. Bocs, én tényleg megpróbáltam. Akkor hozzad a kuliban a halom. Csak ülj le, hallgass 5 percig, aztán amúgy is elmehetsz. Na és milyen lett a bizonyítvány? 4-es. És van már fiú? Nincs. Na, nyugodtan elmondhatod, biztos van. Anya, én ezt nem bírom. Bocsánat. De kérlek, mert...